Savaria Steel Darts Open elnevezéssel rendeztek országos profi és amatőr versenyt az Arkaházi Szilikastélyban. A viadalt hagyományteremtő szándékkal hívták életre a szervezők, így minden valószínűség szerint évente legalább egy ilyen komoly, pénzdíjas erőpróbának adhat majd otthont Vas megye. A versenyt a Szentkirályi Porgáli Köl segítségével és az ő felkérésükre szerveztük meg. Minden évben több ilyen nyílt versenyt is csinálunk, amin végül is bárki nevezhet versengelyétől függetlenül. Ez a sportág népszerűsítéséről szól, illetve sikerült komolyabb pénzdíjakat is feldobni, ami az egész ország területéről mozgatott meg versenyzőket. A versenyre több mint 70 nevezés érkezett, így már a 64-es táblára kerülésért is selejtezőket rendeztek. Az indulók között volt a legismertebb magyar dartsjátékos, Bezzeg Nándor is, aki egyértelműen győzelmi esélyekkel, elvárásokkal érkezett a viadalra. Elég erős mezőny gyűlt össze, többek között ki tudnám emelni Bezzeg Nándort, aki megjárta már a PDC világbajnokságot is, ahol a 64-ig jutott, ha jól emlékszem. A színvonalat igazából az jellemzi legjobban, hogy már a csoportkörök első mérkőzésein túlestünk a 100 feletti kiszállón, potyogtak a 180-ak folyamatosan. A rendkívül színvonalas versenyen végül szombathelyi siker született, Pósvai Miklós a döntőben 4-1 arányban legyőzte Bezzeg Nándort. A legnagyobb győzelmet azonban maga a darts aratta, ugyanis ezúttal is tömegeket tudott megmozgatni.